Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban csak gyorsan lecsapatom a gépjárművet, mert most éppen koszos, és holnap megmegyek vele egy hosszabb útra, hát most kinek mi a hosszú, hosszabb, mint hogyha itt a városba szédelegnék, körülbelül jó 500 km oda-vissza, és hogy azért előtte így szép legyen, meg kapjon egy ilyen kevésbé tartós védelmet, így az útra. Amit használni fogok, az előmosáshoz a habosítóba tettem az Unica PR1-ből, Mafra Unica PR1-ből, aztán ugye használom az ADBL-nek a Snake Charmerét, ugye, hogy ne kapja el a kocsinak a kereke vagy gumia a magasnyomásúnak a tömlőjét. Egy ADBL ilyen enyhén savas samponnal fogok egy érintéses mosást csinálni, és öblítés után pedig ismételten csak a habosítóba belecsapatom az ADBL-nek a ez a Polymer Fruit Wax nevezetű kis gyors viaszát, vagy felületvédelmét, és így lesz elkészülve a gépjármű. Úgyhogy csapassuk. Hát igen, ha már mindent végigmondtam, akkor azt is elmondom, hogy a Kranzel 1152 TST magasnyomásút fogom használni, az MJC Pro, MJC Foam Cannon Pro 2.0-val, és szárítókendőnek, hát most úgy látom, hogy a doboz tetején megint csak a Lotus Cleaningnek van az egyik ilyen Diamond szárítókendője, és Profi Polish és Chemical Guys és G-Technic és egyéb mosókesztyűket fogok használni. Úgyhogy csapassuk!
Nos, fiúk, lányok, így hirtelen ennyi volt, csak egy nagyon gyors lecsapatás, nem volt olyan iszonyat mély tisztítás. Tényleg csak azért, hogy a mostani körül két hetes koszt lemossam róla, meg hogy kapjon valami ilyen enyhébb védelmet a túrára, bogarak meg egyéb retek ellen, így pluszba ugye a kerámián felül, úgyhogy satszper kb. Ennyi. Mondanám, hogy ezzel a videó ennyi is volt, de aki eddig kitartott, annak mindjárt van egy kis meglepetésem még. Na de mielőtt elmondom, hogy mi a meglepi, vagy megmutatom, inkább elmondom. Előtte az még borzolom egy kicsit az idegeket. Hallhattok mindenféle balgaságokat az internet világában, hogy a legbiztonságosabb, brutálisan jó érintéses mosás az az, hogyha két vödröd van ülepítővel, meg kutyafüle, meg felmatricázva, hogy melyik a mosás, melyik az öblítő, meg dörzsölgeted, meg mit tudom én. Az egy biztonságosabb mosás, mint hogyha csak az ember simán egy szivacsal, egy vödör vízzel össze-vissza ugye kenegetni az egészet, meg hordaná koszt körbe. Viszont attól nincs biztonságosabb, hogy egy marékkesztyűt használsz, és soha nem meríted vissza a vödörbe. Sőt, még van ugye egy másik módszer is, amihez még csak egy vödör habos víz sem kell. Fogjátok, beterítitek a kocsit ugye az előmosóval, sőt, még jobb, előtte rálocsoltok esetleg valamilyen lúgos előmosószert, mint például a Unica PR1-et, a Mafrától, vagy akármilyen hasonló cuccot, ADBL, Traffic Film Remover-t, vagy valami hasonlót, és utána vagy leöblítitek, vagy arra ráfújjátok az előmosóhabot, utána azt is leöblítitek, utána befújjátok még habbal, és utána megint csak sima kesztyűkkel, max benedvesítitek, ugye a habot, ami fent van a kocsin, egyből elkezditek fentről lefele törölni. Ezek a legbiztonságosabbak. Tehát ez a két vödrös módszer biztonságosabb, mint hogyha nem úgy lenne, de közel sem a legbiztonságosabb, tehát ezt el kell felejteni. A másik paraszvakítás, ugye, amit lehet látni, hallani az internet világában, az az, hogy akik lusták, meg nagyon gyorsan, meg olcsón akarják csinálni, azok mossák le, ugye, hogy raknak a kocsira először ilyen előmosókat, ilyen lúgos előmosókat, traffic film removereket, vagy egyéb APC-ket, amik ugye az ilyen, mit tudom én, 9 és 14 közötti pH-sok, mert hogy pH-semlegessel kell mosni, ami mind baromi jól hangzik, csak a pH-semleges az eléggé nem sok mindent fog lehozni, és ha nagyon retek a kocsi, akkor mindenképpen kell valamilyen zsíroldó vagy olajoldó technika. A pH-semleges sampon az akkor jó önnön magába, hogyha bittelen csak enyhén poros a kocsi, vagy nem annyira retkes. De amúgy meg ugye emberünk fogja, és ugyanúgy körbelocsolja egyébként a Green Star-ral, ami 12 és feles pH-jú a gépjárművet, mert az rendben van, csak hogyha mással, akkor nem. Vagy pedig beleönti a Green Star-t ugye a GSF-be, amitől megint csak a lúgos aktív habot csinál. Nem tudom hirtelen akkor hova a lustaság és a lúg. Na de mindegy. Na lássuk, hányótokat érdekel, hogy mennyi víz megy át a Kranzer 1152 TST-n, ami kinyom ugye egy habosítónyi anyagot, feltételezve, hogy tele van töltve ugye az 1 literre. Na lássuk. 1, 2. Jó, rendben, akkor mutatom. Fel van ugye töltve a habosító 1 literig, és akkor megnézzük, hogy mennyi az annyi, ott a kis mérő műszerrel, majd egy vödörbe belenyomom a vizet. Na meg is van, hogy mennyi az annyi. Összesen 24 liter víz ment át, ugye ebből
1 liternyi volt magába a habosítóba, tehát 23 liter vizet tud kinyomni a Crenzel. Ezekkel a beállításokkal, ezzel a habosítóval egy habosítónyi, tehát 1 liternyi bekevert sampon esetén. Értelemszerűen egyébként egy másik dolog, amit jó, ha tudtok, hogy amikor egy kocsit mostok, egy fél habosító bőven elég, hogy egyszer körbe menjetek vele. Én mindig azért szoktam ugye egy egészet csinálni, mert látványosabb, jobban látszik a videón, amikor be van takarva a kocsi, mint a háborodás, de ez ugyanolyan, mint a felni tisztítónál, hogy nem kell, mint az őrült fújni rá ugye ezeket a röprosda oldósakat, és utána meg csak lecsapatni, bárhogyha a pénz nem számít, akkor nyugodtan lehet, hanem ott is érdemes kevesebbet ráfújni, és bedolgozni ilyen ecsetekkel és gumihoz, meg egyébhez, kerekekhez való speckefékkel. De sima kocsimosásnál egy fél habosító bünyállal elég. Na és akkor, ahogy ígértem, jöjjön a meglepi is. Mivel ugye a csatorna nemrég elérte a 6000 feliratkozót, ezért szeretnék ismételten csak valami ajándékot adni egy kedves nézőnek. Úgyhogy ahhoz, hogy valaki megkapja az ajándékot, ahhoz csak annyit kell majd csinálni, hogy itt a leírásba beírja, hogy bitymeretty, ez a múltkor nagyon működött, úgyhogy tetszett is az embereknek, de majd le is lesz írva a leírásába a videónak, hogy mit kell pontosan csinálni, és a határidő is, hogy meddig fut a játék, benne lesz a leírásban, és hogy mi lesz pontosan az ajándék, hát itt ezekből a termékekből, amiket ugye tesztelgettem mostanában, egy 15 flakont össze fogok így válogatni. Valamikbe kevesebb lesz, valamikbe kevés lesz, valamik félig lesz, valamik majdnem tele lesz. Még nem tudom, hogy mik pontosan, majd addig még kitalálom. Úgyis gyűlnek itt az anyagok bőven, meg hát már most is van kb. 2 vagy 3 polcnyi, amit már leteszteltem. Úgyhogy ezzel ennyi is. Nagy köszönet azoknak, ugye, akik nézik a videókat, akik támogatnak, akik feliratkoznak a csatornára, ugye ők láthatják a többi ilyen játékot is, ahol ajándékokat szoktam osztogatni, mert ugye minek álljon itt a polcon nekem a szer. Ez is egy további esély arra, hogy valamit visszakapjanak ugye a nézők is a csatornából. Ne felejtsétek el, van ugye a jótékonysági videó, annak is berakom a linkjét a leírásba. Nektek ingyen van a megnézés, és évvégén az összegyűlt pénz plusz felkerekítve megy a gyerekkórháznak, ugye a reklámbevételekből. Úgyhogy ezzel a videó ennyi is volt. Ha tetszett, csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le én is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!